Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Ebben az évben talán soha ennyire nem éreztük a klímaváltozás hatásait most, mint idén nyáron elsősorban. Beszélgessünk erről egy kicsit, ön hogyan értékeli mindezt? Úgy érzem, hogy most már minden emberhez eljutott a klímaváltozás híre, és saját bőrén tapasztalta, hogy milyen következményekkel jár, akár a felmelegedés, akár a csapadékok szélsőséges eloszlása, akár pedig az, hogy hogyan változik meg körülöttünk az élővilág, hiszen a felmelegedéssel együtt jár, hogy olyan kártevők jelentett meg a kiskertekben is, a nagy gazdaságokban is, ami ellen a védekezésre újra és újra be kell rendezkedni, valamint az öntözés hiánya azokon a területeken, ahol a gazdálkodók nem tudtak öntözni, megmutatta, hogy egy ilyen szélsőségesen asszályos évben szinte a termés egészét elviheti az asszály. Megnehezítette a tápanyag utánpótlást, szinte leállt a talajélet az óriási hőségnek és az UV-sugárzásnak köszönhetően. Így azt gondolom, hogy aki érezte, hogy a pénztárcáján vagy akár a hűtési, klimatizálási költségeken milyen eret vágott az idei év, az érdekeltnek érzi magát abban is, hogy fellépjen a klímaváltozás káros hatásai ellen. Ugyanilyen káros hatása van az inflációnak, ugyanilyen káros hatása van az energiahordozók hiányának, vagy az ellátás bizonytalanságának, és azt gondolom, hogy most már csak közösen fellépve tudunk ezen a káros tendencián változtatni. Az öntözésfejlesztés kiemelt fontosságúvá vált, amelyet Magyarország kormánya is elkötelezetten támogat. Itt ugye érintettük, hogy miért fontos és miért kell. Kicsit ezért bontsuk ki, és a gyakorlatba is menjünk bele, akár országos szinten, akár itt a térségünkben. Mi tapasztalható, mi várható, melyek a jövőbeli tervek ezt illetően? Ha szeretném megtudni, mi vár ránk a jövőben, akkor egy kicsit vissza kell menni a múltba, és fel kell fedezni, hogy az elmúlt évszázadokban milyen hátrányok vagy milyen kihívások fenyegették a mezőgazdaságot, és hogy milyen következtetésekre jutottak azok az elődök, akik lerakták Magyarország az öntözésfejlesztés alapját. Nagyjából 300 évre vezethető vissza például a Duna és a Tisza medrének összeköttetése, amivel nem csak egy hajózható vízi útvonalat akartak létrehozni az őseink, hanem szerettek volna egy olyan biztonságot a mezőgazdaságnak, amit egyébként a gazdák sosem kértek. És ez is egy érdekes dolog, hogy a politikai döntéshozók látják, hogy milyen kihívások előtt áll az agrárium, évről évre hogyan nehezíti meg a termelést, hogyan apasztja a termést például az asszály, vagy akár a belvíz, és ennek megfelelőek a kormányzati fellépések. Ám úgy látszik, hogy a gazdálkodók az elmúlt nagyjából 300 évre visszamenőleg semmit nem változtak, inkább termelnének kétszer annyi területen egy kalászt, mint fel annyi kettőt. Ez egy ősi mondás, és én azt gondolom, hogy tanulnunk kellene abból, amit a múltunk elénk vetít. És nagyjából 170-180 évvel ezelőtt fogant meg az a gondolat, hogy most már akkor legalább a Tiszának az árvízi biztonságát rendbe kellene tenni, és azáltal, hogy rendbe teszik, már az elődök is tudták, hogy szükség lesz majd öntözésre. Mert ahova a Tisza kiöntött, ott gyakorlatilag mindegy volt az éves csapadék mennyiség, mert ellátta a földeket friss termőtalajjal, humusszal, és ellátta megfelelő mennyiségű csapadékvíz egyenértékű vízzel. És ez a Tisza szabályozása után nagyjából az 1870-es évek végére befejeződött ez a munka, az árvízi rendezést már csak felügyelni, és az évről évre megváltozó körülményekhez kellett igazítani. És ez nem rövid folyamatok, ezek nagyjából évtizedeket, vagy fél évszázadnyi időszakot felülelő folyamatok, hiszen nem elég egy évjáratból kiindulni, azért itt látni kell, hogy mik a 10, az 50 és a 100 éves átlagok, abból lehet következtetni majd a különböző jövőben ránk váró kihívásokra. És már akkor indult az 1870-es évek végén az öntözés előkészítése, de azt láttuk, hogy a gazdákat nagyon nehéz volt mobilizálni már akkor is. Öntözési közösségeket igyekeztek létrehozni, szövetkezésre próbálták bírni a gazdálkodókat, olyan mintaterületeket jelöltek ki a politikai döntéshozók, ahol akár Pesttől Bács-Kiskun megyén át Csongrád megyéig, vagy Hajdú-Bihar megyében a Hortobágyon rendesen kialakított mintagazdaságokat hoztak létre, hogy bemutassák a gazdálkodóknak, hogy ez az öntözés ez nem ördögtől való, ez nagyon is hozzájárul ahhoz, hogy például a terméketlen szikeseket
termőre lehessen fogni, és ahhoz is, hogy mondjuk intenzívebb kultúrákat lehessen termelni, és meg lehessen szerezni azokat a belső piacokat, amiket korábban akár a bolgár, akár pedig az importból beérkező zöldségek és gyümölcsök uraltak. A bolgárok itt alapították meg nálunk azt a fajta kultúrfelfogást, amire a kultúrmérnöki képzés is később kialakult, hogy az öntözéses gazdálkodással magasabb fokú kultúrát lehet fenntartani a szántóterületeken, és olyan hozzáadott értéket lehet termelni akár már a legelőtől a szántóterületeken, gyümölcsösökön át, akár a haltenyésztésig, amik együtt mozgó, együtt működő rendszerek, és gazdaságossá teszik a folyamatot. Több évre, vagy akár egy évtizedre is be kellett fektetni, és talán ez lehet a gazdálkodóknak a legnagyobb problémájuk, hogy amellett, hogy akinek nincs meg a tapasztalata ezzel az agrotechnikai eszközzel szemben, az öntözéssel szemben, az nem tudja kellőképpen elhelyezni a saját gazdaságában a hasznosságát. Az, aki már öntöz, vagy legalább egy talpalatnyi területet öntöz, azután mindig arra törekszik, hogy növelje az öntözött területeknek a nagyságát. Nekünk azokat a gazdálkodókat kell segíteni, akik hajlandóak együttműködni, és hajlandóak azoknak a kormányzati és Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásoknak az igénybevételére, amit csak ilyen közösségeken, csak ilyen együttműködő vízgazdálkodási rendszerek képítésével valósítható meg. Érintettük már az öntözött, illetőleg az öntözetlen területeknek az arányát. Beszéljünk erről, hogy mennyiben változott az elmúlt évek alatt, és nyilván itt ugye a gazdák szerepe is óriási ebben. Annak ellenére, hogy eddig soha nem látott források állnak az öntözéses gazdálkodás fejlesztésére, és mindenhol, ahol a megújuló energiák igénybevétele felmerül, az öntözés az egy többlet, amit a gazdálkodó föl tud mutatni a beruházás indokoltsága mellett. És azt látom, hogy bár nagyjából 5,5 millió hektáron gazdálkodunk a rétekkel, legelőkkel együtt Magyarországon, ez azért változik 5,2 és 5,5 millió hektár között, ennek ellenére évente nem haladjuk meg a 100 000 hektárt a ténylegesen megöntözött területekkel. Még nem terjedt el az a fajta felfogás, hogy az öntözéssel, az öntözés fokozásával nem csak a klímaváltozás káros hatása jelen tudunk védekezni, hanem egy olyan lábat tudunk a gazdaságunkban képíteni, ami évről évre nagyon nagy biztonsággal terem. Vagy legalábbis olyan hozzáadott értéket képes termelni, ami adott esetben a többinek a veszteségét képes kompenzálni. Ahogy említettem, kétszer annyi területen egy kalász, vagy fel annyin kettő. Ez ebből is látszik az arány, nagyjából négyszer annyi jövedelmet képes előállítani a gazdák, hogy egy átlagos évben is az öntözéssel, mint hogyha öntözés nélkül próbál csapadékgazdálkodással termelni. A csapadékgazdálkodás az azt jelenti, hogy várom az égi áldást, várom az esőt, és különösebben nem teszek a visszapótlásért, vagy a visszatartásért, a vizek visszatartásáért. Legfeljebb vízkímélő gazdálkodást folytatok, legfeljebb a talajok szervesanyag tartalmának növelésével igyekszek a vízmegtartó képességet is fokozni. De ez látszik, hogy kevés. Tehát az elmúlt egy évtized már több olyan aszályos évet hozott, amikor a gazdák kiesése messze meghaladta akár egy egész országos öntözésfejlesztési program költségeit. Ezt, ahogy én látom, a kormányzat minden eszközzel igyekszik tompítani, minden támogatási formát megad, felkínál a gazdálkodóknak, de a pandémiás évek megkeserítették az életünket, nem csak a világjárványnak köszönhető létbizonytalanság vagy az életünk fenyegetettsége miatt, hanem azért is, mert elvonták azokat a forrásokat, nagyon fontos állami forrásokat, amivel az öntözőművek fejlesztése beindulhatott volna. Ez még a jelenlegi rendkívüli kihívásokkal terhelt évben, amikor háborús költségvetés van, amikor soha nem látott mértékű infláció egész Európában, amikor a forintnak a vásárlóértéke mély ponton van, és akkor, amikor a finanszírozási nehézségek miatt a gazdák nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak hitelhez, most ilyenkor kell az öntözés fejlesztéssel foglalkozni. Sajnos az elmúlt 10 évben elvesztegettük azokat a békeéveket, amikor lehetett volna ennél könnyebben, ennél rugalmasabban is a kormányzati célkitűzéseknek megfelelően fejleszteni az egyéni öntözéses gazdálkodást. Az egyéni öntözéses gazdálkodás alatt azt értjük, amikor az állami főművekből a gazdálkodó vagy közvetlenül, vagy valamilyen öntözési rendszerrel, nyomott rendszerrel egy vízkivételi művel kiveszi a számára szükséges öntözővíz mennyiséget, és egy öntöző berendezéssel kijuttatja a földjére.
évszázadok óta ez a legnagyobb konfliktus a gazdák és az öntözés között, hogy ennek a műszaki megoldásnak a feltételét nem látják, hogy ők ki tudnák építeni saját hatáskörben, vagy ha látják is, akkor úgy ítélik meg, hogy ez túl drága, úgy sem térül meg, legyintünk, mint Patópál úr, hogy hely, ráérünk arra még. Pedig bebizonyosodott például ebben az évben is, hogy erre igen nagy szükség volna. Mi a helyzet, hogyan vonható párhuzam a magántulajdonú, illetve az állami tulajdonú földek között? Mennyiben más a helyzet? Milyen különbségek vannak? Itt igazából az öntözés az kéz a kézben jár a földhasználattal. Tehát, hogyha állami területet szeretnénk öntözni, akkor az öntözéses szükséges vízjogi üzemelési engedély akkor kerül a birtokunkba, hogyha a vagyonkezelő vagy a vagyonkezelő nevében eljáró szerv engedélyezi a területén az öntözést, és hogyha a magyar állam megengedi a földhasználónak, a bérlőjének, hogy használja öntözéses gazdálkodásra a területet, akkor ezzel a tulajdonosi vagy vagyonkezelő hozzájárulás a gazdálkodók állami területet is tudnak öntözni. Ez egyaránt igaz a gyepekre, egyaránt igaz a szántóra, vagy adott esetben, hogyha szeretnének halastavat létesíteni, amely a harmadik nagyon fontos vízhasználati és vízhasznosítási forma, akkor a halastó létesítéséhez is megkaphatják a tulajdonos és a vagyonkezelő hozzájárulását. Egyébként a magántulajdonú öntözéshez is az állami tulajdonon keresztül vezet az út, hiszen azok a főművek, amik a mederből, mondjuk a Tisza, vagy a Duna medréből, vagy folyók medréből, akár völgyzáró gátak segítsége, patakok, időszakos vagy állandó vízfolyások medréből segítenek a vizet kivenni, azok a vízfolyások állami kezelésben vannak rendszerint, túlnyomó többségében. Ezek az elsődleges vagy főművek, amiből akár még a másodlagos, tehát akár az önkormányzati tulajdonban, vagy valamikori társulati üzemeltetésbe, kezelésbe lévő csatornákon keresztül jut el általában a gazdálkodókhoz a harmadlagos művekbe a víz. Az már üzemen belüli csatorna, az már a gazdálkodónak a felelőssége, hogy azt egyrészt létrehozza, másrészt, hogy üzemeltesse, karbantartsa, vagy ha hatásterületet szeretne növelni, akkor fejlessze. Míg az állami tulajdonú művek fejlesztésére rendszerint akkor kerül sor, amikor az a hatásterület, amit addig ellátott a csatorna, az növekedni szeretne. Tehát a gazdálkodók kijelzik azt a fajta igényeket, hogy vagy többlet vízmennyiségre, vagy pedig többlet öntözött területre van szükségük, erre akarnak berendezkedni, ehhez kérnek vízjogi létesítési és majd üzemelési engedélyeket, és az állami művek kezelői, a vízügyi igazgatóságok, ez itt Jászlóson-Szolnok megyében jellemzően a köti vízig, a köti vízik hatásköre, hogy megtervezze azoknak a műveknek a fejlesztését, amelyik ilyen esetben erre rászorul. Van is Jászlóson-Szolnok megyének és a köti vízinek egy közös öntözés fejlesztési stratégiája. Ez a stratégia kimondja, hogy a Közép-Tisza mentén egyrészt a víztározással, másrészt az első és másodlagos művek fejlesztésével hogyan lehet kielégíteni azt a többlet vízigényt, amit a gazdálkodók jeleztek már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kétszeri vízigény felmérése során, jelezték, hogy hol szeretnének, konkrétan melyik helyrezi számú területet szeretnék megöntözni. Ennek a folyamatnak 5 éve zárult le az előkészítő része, és most a gyakorlati megvalósításban vagyunk, és tárgyalunk Magyarország kormányával azoknak a lehetőségeknek a földerítéséről, ami, ahogy említettem, független attól, hogy milyen nehéz gazdasági évet élünk éppen, és milyenek várnak még ránk, ennek ellenére az öntözés fejlesztésre be kell rendezkedni, hiszen ebben az évben meghaladja az 1000 milliárd forintot az öntözéssel kiesett, öntözés hiányában az asszály miatt kiesett bevétel, ami vidéken nem képződött meg, nem sikerült megtermelni, a költségek azok terhelik a gazdát, vetett, de aratni már nem tudott, és ha aki öntözött, az a nagyjából a megyének a 7-8%-át öntözik meg a gazdálkodók, ez egy magas arány, egyébként az országos átlagnak a négyszerese, és az a mintegy 30 ezer hektár, amit megöntöznek a gazdálkodók, az biztosította a megye termés átlagának közel a felét, de legalább 40%-át. Ez egy elképesztő arány, aki még ebből sem látja be, ebből sem tanul, hogy öntözés nélkül a létbizonytalanság szélére tud sodródni egy agrárvállalkozás, aki ezt nem látja be, annak már tényleg nem tudunk mivel segíteni, mi az öntözés ösztönzésével, nagyjából úgy, mint 100-150 évvel ezelőtt, ugyanúgy szeretnénk a gazdálkodókat megszólítani, és nem csak az öntözés, és nem csak a termésbiztonság, hanem most már a klímaváltozás káros hatásainak a mérséklése miatt is. Hiszen nagyjából egy fél balatonnyi vízmennyiséget kellene visszatartanunk itt az Alföldön ahhoz, hogy szárazabb időszakban is legyen megfelelő mennyiségű
öntözővíz, a halastavabb a vízpótlás, az aktív és ökoturisztika számára vízfelület, és legyen például a megyeszékhelynek, Jászlikon Szolnok vármegye székhelyének, Szolnok városának megfelelő mennyiségű ivóvize. 140 ezer ember tiszta ivóvize múlik azon, hogy Szolnoknál van a Tiszában annyi víz, hogy ki tudják venni az ivóvíz kommunális vízszolgáltatás számára. És ugye szeretnénk, hogy fejlődjönek a munkahelyek, szeretnénk, hogyha előrébb lépne az ipar, ha magas hozzáadott értéket előállító üzemet települnének Jászlikon Szolnok megyébe, ahonnan magasabb fizetés várható el, vagy jobb piaci pozíciókat tud a megye felmutatni utána, akkor oda is elsősorban a befektetők számára a friss, tiszta, jó minőségű és megfelelő mennyiségű ivóvízre van szükség. És ezeknek a vizeknek a kezelése, majd az elvezetése is nagyon fontos, hogy erre a megye be van rendezkedve. De valamikor nagyjából 200 ezer hektárt öntöztek a megyében, vagy öntözhető terület volt, amiből 100 ezer hektárt meg is öntöztek. Ehhez képest most 30 ezernél tartunk, és minden áron ösztönözni szeretnénk a gazdálkodókat arra, hogy fogjanak össze, hozzanak létre öntözési közösségeket, nem egyet, nem kettőt, hanem legalább 100-at a megyében. Mutassuk föl, hogy nálunk érdemi igénye és érdemi lehetősége van, valamint érdemi szükség van az öntözés fejlesztésre, amit Magyarország kormánya soha nem vitatott, csak mindig azt várta tőlünk, hogy mutassuk meg, hogy hol vannak azok a gazdálkodók, akik ténylegesen szükségük van az öntözővízre, és a befizetéseikkel, akár a vízhasználattal, akár a rendelkezésre állással fenntarthatóvá teszik az öntözés fejlesztésre szükséges művek létesítését és üzemeltetését. Azt nem várhatjuk el, hogy mindent a szánkba tegyen a kormányzat anélkül, hogy saját magunkért felelősséget ne vállalnánk. Tehát a legfontosabb a gazdálkodói felelősség, a gazdálkodói önérdek megfogalmazása és a gazdálkodók együttműködésének segítése, hogy eljussanak hozzájuk azok a visszanemtérítendő források, amik csak az öntözésnél mutatnak 70%-os intenzitást, és a beruházási támogatás mellé még 90% fenntartási támogatás is, tehát magának az öntözés költségeinek a 90%-át is visszanemtérítendő forrásból megkapják a gazdák. Tehát szinte ingyen van az öntözés, amivel termésbiztonságot lehet fokozni, és nem a magyar államtól kell akkor várnunk az aszálykáros években a kárenyhítést, hanem fel tudunk lépni, és fel tudunk készülni. Milyen fogalmatja van egyébként a gazdatársadalom körében ennek, amit az imént elnök úr elmondott a helyi közösségeknek? Összefognak, segítik egymást az elkövetkezendő évekre, évtizedekre nézve, próbálnak egyfajta stratégiát kialakítani, nyilván a kormány segítségével és egyéb más szervezetek segítségével? Igen, keresik az ebben az évben már a partnerséget a gazdálkodók, és keresik egymásra is az együttműködés lehetőségét, és éppen a minap alakult Karcagon is egy olyan öntözési közösség, amelyik a 20 ezer hektárnyi karcagi szántóterületből 1160 hektárt szeretne öntözési közösség formájában megöntözni. Tehát létrehozták azt az első lépcsőfokot, ami ahhoz kell, hogy egy még meg sem lévő csatornát, állami művet létrehozzon a magyar állam annak érdekében, hogy ne csak ezt az öntözési közösséget, hanem a meglévő öntözött területeknek a nagyságát is lehessen fejleszteni, amellett, hogy például az az ötlet, amit ez a öntözési közösség is megfogalmazott és támogat, az egybevág a kormányzati és a vízügyi ágazat elképzelésével, hiszen a Nagykunsági és a Hortobágy-Berettyó összeköttetésével, a tilalmasi öntözőrendszer létrehozásával egy olyan vízátvezetés jönne létre, a Nagykunsági főcsatorna, öntöző főcsatorna és a Hortobágy-Berettyó között, ami nagyjából másodpercenként 2,5-3 köbméter friss vizet tudna juttatni a Hortobágy-Berettyóba, miközben kiszolgálja annak a 6-7-8 ezer hektárnak az öntözési igényét, amin keresztül vezetik. Nagyjából 27 kilométer hosszú beavatkozásról beszélünk, jó részt meglévő műveknek a fejlesztéséről, nagyjából 3 kilométernyi új szakasz létesítéséről, és hogyha a gazdálkodók és a partmenti földbirtokosok érdekeltnek, érzik benne magukat, akkor ennek a létesítési engedélyen rendelkező állami főműnek megnyílhat a létesítés előtti út. A létesítés előtti úthoz pedig, ahogy említettem, nagyon erős ösztönző az állam számára is, és egy visszacsatolás, hogy bizony ott a gazdák is szeretnek öntözni, ami által a csatorna várható éves üzemeltetési fenntartási költségei megtérülhetnek a gazdák befizetései által, az öntözési közösség, ami gyakorlatilag egy gazdasági társaság vagy szövetkezet, annak a befizetéseivel
fenntarthatóvá válik a csatorna, és egy rendkívül magas ökológiai szolgáltatást nyújt a klímaváltozás káros hatásainak mérséklésére, csak hogy szemléltessen, a teljes lakosság számára. Hiszen a tilalmasi részen nem csak öntözhetővé válnak a földek, hanem megjelennek olyan harmadlagos művek, olyan csatornák, amiben szintén elvezetik a vizet, ez a vadaknak, a természet élőlényeinek is megadja a vízhez jutás lehetőségét. Aki például kilátogat a Zádorhídhoz, azt láthatja, hogy ott létre szeretnének hozni egy új vizes élőhelyet, egy olyan tanösvényt, ahol a valamikori több évszázadoddal ezelőtti, tehát például a Tisza szabályzása előtti időszakra vissza lehet menni, és meg lehet mutatni, hogy milyen élővilág jellemezte, milyen gazdag, milyen színes, milyen fantasztikus élővilág jellemezte a Nagykunságot és a Hortobágyot. És a kettő találkozásán, az Ádorhídnál, az Ágotahídnál olyan fejlesztéseket tervez a vízügyi igazgatóság, ami nélkül nem is nagyon tudom elképzelni, hogy élmény lenne a jövőben kikerékpározni egy 40 fokos hőségbe az Ádorhídhoz. Elnök úr, hogyan látja a mezőgazdaság jövőjét a klímaváltozások árnyékában? Ez több lépcsős. Egyrészt a klímaváltozás nyilván nem csak a gazdaság vagy gazdálkodás eredményességét, hanem a talajén termőképességét is fenyegeti. Látjuk, hogy ezzel a tendenciával úgy kell szembenéznünk, hogy közben nem állnak még rendelkezésünkre azok az eszközök üzemi szinten, aminek a beszerzésére Magyarország kormányai és a magyar állam évek, évtizedek, évszázadok óta igyekezett a gazdálkodókat felkészíteni, és igyekezett ösztönözni abban, hogy ezeket a hatásokat, ezeket a nevezzük károsított tényezőket, ezeket lehetőség szerint a saját hatáskörükben küszöböljék ki. Tehát amint a klímaváltozás káros hatásai szóba kerülnek, mindig felvetődik az, hogy például egy aszályos évben érdemes a tápanyag utánpótlásba gondolkodni. Különösen, hogyha nagyon drága a tápanyag, és mondjuk itt felvetődik a szerves anyag utánpótlásnak az igénye is. Tehát a vízmegtartó képességek, a vízvisszatartás, akár új vizes élőhelyek létrehozása, olyan ökológiai szolgáltatások nyújtása, amivel a talaj termőképessége fenntartható, ez most már nem kerülheti el a gazdálkodók figyelmét, főleg azért, mert a kormányzat is arra készül, hogy a közös agrárpolitika reformján belül pont az ilyen vízmegtartó létesítményeket támogassa elsősorban, valamint a szélerózívója ellen is és a napégés ellen is föl kell készülnünk, hiszen az UV-sugárzás már egy olyan szintet ért el, ami veszélyezteti például az ültetvényeknek a termését, ott is be kell rendezkedni az árnyékolásra, jégvédelemre, be kell rendezkedni az öntözésre, még egy olyan területen is, ami mélyfekvésű, adott esetben vastag termőrétegű, magas szerves anyagtartalmú, de ha nem jut vízhez a növény, és látjuk, hogy a talajvíz szintjeire süllyed, akkor a gyökerek sem fogják tudni fölszívni azt a vízmennyiséget, amit a mélyebb rétegekből akár az evapotranspiráció segítségével egy növény föl tud venni, és az elpároztatásával le tudja hűteni a környezetét. Tehát azért is kell az öntözésre berendezkedni, hogy a növényeink a saját környezetüket és a miénket is tudják hűteni. Ez egy természetes klimatizálás, meg kell nézni karcagnak az elrendezkését, hát őseink is erre gondoltak. A város körbevették zárt kertekkel, amiket ha lehetett öntöztek, és az öntözésre és ezekkel a zárt kertekkel egy olyan klimatikus adottságot hoztak létre a város körül, ami az ide betörő nyári hőséget tompította, akár meg is állította a kerteknél, a kertek alján, és a városban elviselhető volt a hőmérséklet. Elviselhető volt a páratartalom, és elviselhető volt az a fajta ökoszisztéma, amit a klímaváltozás most már sajnos károsan érint. És amellett, hogy a talaj termőképessége, vagy a gazdálkodás rentabilitása megváltozik, vagy megváltozhat, és elszegényedhet akár a gazdálkodóknak egy jelentős rétege, ezzel gyakorlatilag a vidék megtartó ereje is sérül. Sérülnek azok az objektumok, infrastruktúrák, a jövőbeni tervezett beruházások, amivel szinte tudott volna lépni a mezőgazdaság, át tudott volna állni a digitalizáció vívmányaira, és igénybe tudta volna venni azokat a technológiai vívmányokat, ami hatékonyá teszi a gazdálkodást, és a világpiacon tapasztalható óriási versenyhez legalább segít fölzárkózni. Amellett pedig nagyon fontos élelmiszeripari alapanyagok megtermelése válik kockázatossá, öntözés nélkül, olyanoké, mint amire például Karcagon is van példa, egy olyan feldolgozó üzem létesül Karcagon, ami gyakorlatilag fél Jász-Nagykun-Szolnok megyéből föl tudná venni az értékes öntözéssel megtermelt konzervipari alapanyagokat. Ha ezeket a piacokat mi nem tudjuk megszerezni,
nem tudjuk ezeket a magas hozzáadott értékű és nagy, relatíve nagyobb jövedelmezőséget és biztos kiszámítható jövedelmet biztosító ágazatokat meghonosítani a megyében, akkor ez a piac sem a miénk lesz. Ez sem a mi munkaerőnket segít megtartani, ez sem a mi versenyképességünket javítja, és ez sem a mi fizetőképességünket mozdítja előre. Tehát a korszerűbb technológia, ami borzalmasan drága, arra sem lesz fizetőképes kereslet, anélkül, hogy ne termelni meg ennek a fedezetét. Csak támogatásból, vagy drága hitelből nem fog tudni gazdálkodni, egyetlen gazdálkodó sem. Sőt, lehetőség szerint a finanszírozást azt csak a készletek erejéig kellene fenntartani. Tehát a hosszú távú, hosszú lejáratú finanszírozásoknak bármi mindig itt van az ideje, de annyira megdrágultak, hogy talán elrettentik a gazdálkodókat a korszerűsítéstől. Amit én tartok, hogy betokozódik egy olyan szinten a mai magyar mezőgazdaság, ami akár 5-10 éven belül is nem csak versenyképtelen, akár életképtelenné teheti a gazdaságokat. Látjuk, hogy egy műtrágya hiány, növényvédőszer hiány, a gépek árának a drágulása, vagy az üzemanyagellátás bizonytalansága olyan kihívások a gazdálkodók számára, amivel sokan nem tudnak megbirkózni. A relatíve alacsony földforgalmi évente 1-3% között, mondom, már a 3% az már szinte azt mondom, hogy tornádó erejű, tehát az 1% lenne a kívánatos, egy ilyen 1-3% közötti földforgalmat akár fel tud gyorsítani. És ami régen évtizedekig vagy évszázadokig tartott birtok koncentráció, az akár évek alatt le tud zajlani most, hiszen aki fizetésképtelenné válik, annak nem a területszerzés lesz a jövőben a minden vágya, hanem az, hogy adott esetben vagy keressen rá hasznosítót, aki majd megműveli a területét, vagy értékesítse. És ez semmiképpen nem lenne kívánatos, hogy a gazdák elkezdjék kiengedni a kezükből azokat az értékeket, amiket nagy nehezen fölhalmoztak. Hiszen látjuk, hogy a földünk, amihez ragaszkodunk, az adja az identitásunk alapját. Az adja a szülőföldünkhöz való ragaszkodásnak az alfáját és talán az omegáját is. És ha lemondunk erről a vívmányról, hogy visszaszerezhettük a termőföldjeinket, az ősi tulajdonokat, és kiki szenvedélyének és vérmérsékletének megfelelően művelheti és foglalkozhat mezőgazdasággal, ha elengedjük az állattenyésztést, ha elengedjük a legeltetéses gazdálkodást, a régi ősi tájhasználati formákat, ha kiengedjük a vizet a megyéből, nem fogjuk meg, nem tartjuk vissza, nem hasznosítjuk, akkor lemondunk a jövőnkről, lemondunk arról, hogy a gyermekeinknek, az unokáinknak olyan jövőképet vázoljunk, hogy érdemes itt élni, érdemes itt gazdálkodni, érdemes itt befektetni, ami viszont a városaink, falvaink kiürüléséhez vezet, és elvándorolhat innen egy nagyon fontos réteg, a fiatalság, aki a szürke állományával, a tudásával, esetlegesen a más vidékeken, más országokban megszerzett friss képességekkel gazdagítani tudná a saját szülőföldjét. Mi ezt a folyamatot itt akarjuk megállítani, itt és most, és fel akarjuk készíteni a gazdálkodókat arra, hogy 5, de legfeljebb 10 éven belül, tehát mikor én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok begyűrűznek, addigra mindenki, aki csak akar, rendelkezzen ezzel a képességgel, öntözhessen, szabályozhassa területére befolyó és onnan kifolyó víz mennyiségét, és olyan értékes kultúrákkal foglalkozhasson, aminek a megtermelése és a feldolgozása olyan jövedelmeket tud helyben tartani a szülőföldünkön, ami már a további építkezés és a társadalmi béke és a kiegyensúlyozott fejlődésnek is az alapja. Elnök úr, megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és számos hasznos információt megosztott velünk és a kedves televízió nézőkkel. Köszönöm szépen a meghívást, és bízom benne, hogy segíthettem egy kicsit a gondolatformálásban. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!